Én ezt már évek óta érleltem, hogy a 60 éves születésnapomra valahogy össze lehetne, össze kéne hozni minél többet ebből a projektből. És aztán még túl is teljesítettük egy Joe-val a várakozásokat, úgyhogy ez nagyon jól sikerült. Örömmel jöttem, nyilván Jokival ugye jó pár éve együtt dolgozunk már, hál' Istennek. Már nem úgy indult a pokolgépes pályafutáson, nagyon szeretnünk el volna egymást, de hát hál' Istennek ez dobta a sors. Hivatalból nagyon... utálnia kellett. Igen. Úgyhogy nagyon örvendek, hogy együtt ismét a csapat. 5 évenként mindig összegerebjézzük a zenekart, és akkor mindig tolunk egy nagyot valahol. Aztán úgy maradtunk. Úgy gondoltuk, hogy ebben több is van, ezért aztán próbálkozunk. És úgy látszik, hogy van is erre igény. Nem csak az, hogy több van benne, hanem rengeteg megkeresés jött, hogy nem akarunk-e itt meg ott még játszani. És hát persze, hogy szeretünk együtt lenni, szeretünk játszani, úgyhogy miért nem mennénk. Józsi 3 éve kb. Fölhívott telefonon, hogy ráérek-e 2022-be? Hát mondtam igen, aztán ennyiben maradtunk, és akkor már sejtettem, hogy itt valami fog történni. Én erre már sokszor mondtam nemet, és aztán tavaly egyszer a Józsi, mikor megkérdezte, először nemet mondtam, de háromszor. De már megbántam. Rossz híre volt. Vagy az igent bántam meg, vagy a nemet. Igen. Ez most majdnem klasszikus felállás. Ez a sem a klasszikus, sem ez a majdnem klasszikus, soha eddig nem járt Erdélyben. Most egy koncertet terveztünk oda, az egy koncert az már sold out-os lett, úgyhogy a február 17-ei után egy 18-ait azt most hirdettünk meg ebben a pillanatban. Április 30-án lesz egy gigászi, nagy, igazi, totális metal show. Rudály Joki 60, Kalapács Joki 60 plusz, és Nagyfi Laci 60 plusz. Igen, tehát gyakorlatilag 180 év, néha több. Lesz újdonság, persze. Hát annyi lesz az újdonság, hogy eddig ugye az ős pokolgép érában voltak dalok, ami ugye nyilván Kalapács Joci barátommal fémjelzi. Most viszont tanultunk 2-3 dalt, ami abból a gyenge 20 évből, amíg én voltam a pokolgép zenekar tangja, úgyhogy lesznek az én dal, úgymond az én dalaim is. Mindenkinek vannak azért zenekarai egyéb projektjei. Szeretnénk, hogy ne menjen rovására a saját zenekarainknak, de azért, hogyha van egy megkeresés, akkor csináljunk egy ilyen nagy közös metal ünnepet.